Bácsföldváron a könyvtár a legjelentősebb és az egyetlen kultúrközpont a településen. Hogy az Óbecsei Népkönyvtár fiókintézete nagy szerepet játszik a falu kulturális életében, azt az a tény is bizonyítja, hogy 600 tagja van, amely Bácsföldvár teljes népességének körülbelül 20%-a. Szlávko Kneževicsnek a könyvtára a második otthona. Az ablak a világra egy olyan hely, ahol tudást lehet szerezni, ahol a különféle felismerések és a könyvekbe átömlesztett mérhetetlen értékek a leggazdagabb és a legmagasabb színvonalú szellemi táplálékul szolgálnak. A bácsföldvári könyvtár tagja vagyok az általános iskola első osztályától, és őszintén szólva az általános iskolai éveim alatt kevesebbet olvastam. Középiskolás koromban azonban felfedeztem olyan könyveket, amelyek valóban nagyon érdekeltek, ellentétben a házi olvasmányokkal. A fantasztikus könyvekkel kezdtem. Stephen King, Peter Straub, Clive Barker könyveit olvastam. Azóta minden másnap itt vagyok a könyvtárban. A falu minden nemzedéke itt művelődik, tanul és ihletet gyűjt. Ezért a könyvtári alkalmazottak arra törekednek, hogy megfeleljenek igényeiknek és kérelmeiknek. A könyvtárunk 600 tagot számlál. A könyvtárunknak 23 ezer könyv áll rendelkezésre, ez körülbelül fele magyar nyelven, fele szerb nyelven van, és van egy kis része, ami angol nyelvű könyvek. A könyvtárunk nem csak a könyv kiadással foglalkozik, hanem igyekszik más problémákat is megoldani a lakosok számára. Például Földváron nem is létezik más kultúrintézmény a könyvtáron kívül, tehát ide nyugodtan eljöhetnek újságot olvasni, működik itten nők klubja, akik minden szerdán össze szoktak itt jönni a könyvtárunkban, és kézműveskednek. Ami még nagyon fontos megemlíteni, hogy mi igyekszünk olyan könyveket kérni az Óbecsei Népkönyvtártól, hogy megvásároljon, amit a lakosok szívesen olvasnak, és a könyvtárunk is igyekszik a bejövő pénzt, ami a könyvekre kapcsolatos vásárlása szól, hogy egységesen elossza minden könyvtár részlegének az új könyvek vásárlására. A szokásos könyvtári szolgáltatások mellett ez az intézmény egész évben irodalmi találkozókat, gyermekműhelyeket, kiállításokat és előadásokat szervez. Egyúttal ápolja a legfiatalabbak drámai alkotóképességét, mivel évekre visszamenőleg fejleszti és népszerűsíti a dráma szakkört, amit Mariana Gyákovics, az Óbecsei Népkönyvtár kulturális programjainak szerkesztője vezet. A klasszikus kulturális tartalmakon kívül a bácsföldvári lakosság számára különféle ingyenes tanfolyamokat is szerveznek. Önéletrajzok, pályázatok, kérvények megírására, továbbá idegen nyelvtanfolyamokon is részt vehetnek. Felnőttek számára angol és német nyelvtanfolyamot szervezünk. Konkrétan most vagyunk a megbeszélés fázisában az Újvidéki Edukatív Központtal. Az ő előadóik tartanák a tanfolyamokat, hetente egy alkalommal. Arra törekszünk, hogy a tanfolyamra járók annak befejezése után bizonyítványt kapjanak, hogy a későbbiekben esetleges foglalkoztatás során ez a bizonyítvány hasznukra váljon. Az olvasás népszerűsítése érdekében Bácsföldváron egy olyan kollektív beiratkozási akció van folyamatban, vállalatok és gazdaságok részére, amelynek keretében éves szinten egy-egy munkavállalót 400 dináros kedvezményes áron irathatják be a könyvtárba. Ezt a tagsági kártyát a család minden tagja felhasználhatja az Óbecsei Népkönyvtár minden fiók intézetében, valamint a központi épületben is. Úgy vélem, hogy a település lakosai ezt a könyvtárat nem csak könyvkölcsönzésre használják, hanem számukra ez egy olyan hely, ahová bármikor bejöhetnek, elolvashatják az újságot, lazíthatnak és elbeszélgethetnek a könyvtár alkalmazottaival.
A Mitrovicai ESZNAV Képzőművészek Egyesületének kollektív kiállítása szerda este nyílt meg az Óbecsei Körgalériában. Óbecsén a sorrendben második kiállításon az Egyesület 7 művésze vett részt, és 13 művész alkotásait mutatták be, akik közül mindegyik átlagosan 3 alkotással szerepelt. A tárlat festményei több technikával készültek, leginkább az olaj, az akvarell és a tempera festmények dominálnak, de van egy kiemelkedő is közöttük, amely epoxi gyantával készült. A 13 kiállító között szerepelnek az óbecsei Bojan Strichevich képei is, aki 3 éve az ESZNAV Egyesület tagja, és akinek a kezdeményezésére 17 év után a tárlat újra Óbecsére érkezett. Bojan 4 képet állított ki, 3 olajfestményt és egy nagy akvarelt. Így tudom magam a legjobban kifejezni, kiskorom óta festek, hivatalosan Viktor Skrabány óráin kezdtem el. Magával ragadott ez a művészet, és folytattam a művészeti középiskolában, majd a Klasszikus Festészeti Akadémia következett, ahol megismerkedtem Dragan Martinovicsal, aki az ESZNAV Egyesület tagja. Úgy is mondhatjuk, hogy ő alapította ezt a képzőművészeti egyesületet 1998-ban. Az ő meghívására lettem én is tagja az egyesületnek, és most a szülővárosomban állíthattam ki a képeimet. Dragana Malesevics a Körgaléria tárlatát 3 festményével gazdagítja, melyek között szerepel az idei első munkája is. Feltételezem, hogy mindenkinek mást jelent tagja lenni az ESZNAV-nak, de úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára azt is jelenti, hogy egy nagy család tagjai vagyunk. Egy olyan egyesületnek, melyben az emberek pozitívan néznek a világra, a mindennapi élményeken és a fantázián keresztül. Különbözőféle emberek vannak az ESZNAV-ban, mert persze nem egy kaptafára készültünk, de mégis van egy szál, ami összeköt bennünket. A figuratív festészet iránti szeretetünk, a forma szépsége iránti szeretetünk, a természet és az emberek iránti szeretetünk. Az óbecsei Darko Topalski a közönségnek egy képpel mutatkozott be, de már kiskorától foglalkozik ezzel a művészeti ággal. Az életútja az újságírás felé sodorta, de az évek során Darko festészeti és alkotási vágya kerekedett felül, így visszatért a festészet útjára, befejezve Dragan Martinovics akadémiáját, aki egyúttal az ESZNAV alapítója. Ez egy szép egyesület, a művészek egyesülete, a hasonló gondolkodású emberek egyesülete. Mivel a festészet nagyon specifikus, ezért a legjobban a kollégákkal értjük meg egymást. Mindazok a problémák, melyekkel a mai művészek szembesülnek itt Szerbiában, de összességében a világon is, azt a kollégák értik meg a legjobban. Az egyesület azonos vagy hasonló gondolkodású emberekből áll, akiknek ugyanaz a foglalkozása, és akiknél az első helyen az alkotási vágy áll. Jelena Sekulics-Voljanek, az egyesület több évtizedes tagja elmondta, hogy az egyesület művészeinek közös nevezője a klasszikus festészet, és az, hogy nem fordítottak hátat a szakmának, a rajziskolának, az anatómiának, az aktnak, a portrénak és a csendéletnek, azaz, hogy arra törekednek, hogy ne tegyék tönkre a művészetek ezen fajtáit. A kis képzőművészeti stúdióból egy komoly egyesületté fejlődtünk. Ezeknek a művészeknek a köre, amely egy kisvárosban fejlődött, állandóan előre haladt és növekedett. És a folyamatos munkának köszönhetően most oda jutott, hogy már saját kiállításai vannak, melyeken az egyetemi hallgatók és a professzorok együtt állítják ki alkotásaikat. A Körgalériában a kiállítást az érdeklődők február végéig tekinthetik meg.